Köszöntöm a nézőket! Itt a tél, amellyel depresszió is járhat, a korai sötétedésnek és a borús időnek is köszönhetően. A mai esti mérlegben ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! Mit nevezünk téli depresszión? A téli depressziónak a depresszió azon fajtáját értjük, ami csak egy bizonyos időszakra, nevezetesen a téli időszakra vonatkozik. Ez egy szezonális depresszió tulajdonképpen. Mit lehet tudni, hogy mi minden jellemzi, miért pont ebben az időszakban jöhet el? Azt tudjuk róla, hogy inkább nőket érint, mint férfiakat, viszont ha férfiakat érint, akkor a tünetek általában súlyosabbak. Oka pedig ugyanaz, mint egy normál depressziónak, tehát döntően az agyi ingerület átvívő anyagoknak a zavara, és nyilván lehet rá egy alkati hajlam is, akiket ez a sötétség, ez a fényhiány, ez a szürkeség inkább megvisel, azok képesek ugyanolyan tüneteket hordozni, mint hogyha egy normál depresszió alakulna ki náluk. Az a furcsa ebben, hogy mindig, minden évben, úgy október-novemberben jelentkezik, visszatér. Mik ezek a tünetek, amiket mondod, hogy mondjuk tapasztalhat valaki magán? Hát leggyakrabban ugye a hangulati nyomottság, az indítékszegénység, esetleg alvászavar, étvágytalanság, ezeknek a tüneteknek a különböző fokozatai. Mit lehet tenni, hogyha ezeket a tüneteket felfedezzük magunkban? A téli depresszió esetén ugye szoktuk javasolni a betegeknek, vagy ha nem is betegeknek, de a tünethordozóknak, hogy próbáljanak például munkahelyükön, hogyha üdőmunkát végeznek, úgy próbálni helyezkedni, hogy ablak mellett legyenek, ahova több fény szűrődik be, sokkal többet próbáljanak kint lenni az utcán, azzal együtt, hogy szürkület van, de mégis a friss levegő az a bezártság érzést azért enyhíti. Próbáljanak meg társaságban lenni minél többet, étkezzenek egészségesen, tehát direkt nem mondom azt, hogy rögtön pszichiáterhez vagy pszichológushoz fordulni, mert ez a depressziónak biztosan egy azon formája, ami úgynevezett reaktív, tehát egy külső tényező okozza, és idővel ez biztosan elmúlik. Persze, lehet olyan, hogy súlyosak a tünetek, szubjektív szenvedést okoz a páciensnek, és akkor viszont orvoshoz kell fordulni, és meg is kapja ezt az orvosi segítséget. Amíg nem tartunk ott mondjuk, hogy orvoshoz forduljunk, de felfedezzük magunkban, hogy valami nincsen rendben, akkor ezeken kívül, amiket elmondott, még mit lehet tenni? Tehát, hogy van-e valami olyan terápia, vagy nem tudom, amit saját magunknak tudunk alkalmazni, hogy egy kicsit elvonjuk a figyelmünket a borúsabb dolgok? Hát lehetnek olyan relaxációs terápiák, jóga és egyéb ilyen alternatív mozgásmódok, vagy önmagában a testmozgás, ami kifejezetten javítja a depressziósoknak a tüneteit. Ráadásul bizonyított tény, hogy a testmozgás az antidepresszáns hatású, tehát hogy szerotonin szintet képes emelni az agyban, és hát a szerotonin, többek között a szerotonin tesszük felelőssé azért, hogy a depresszió, illetve a szorongásos kórképek kialakulását előidézi. A terápiák, a klasszikusabb terápiák mellett mindenképpen meg kell említeni a fényterápiának a jelentőségét. Itt gyakorlatilag az történik, hogy egy olyan tábla elé ültetjük le a betegeket, amiken nagyon erősen világító égők vannak, és ez a nagyon komoly fényterhelés, ami a beteget éri, ez az agyban a szerotonin szintnek az emelkedését fogja előidézni, és ezen keresztül hangulatot képes javítani. Hogyan kell elképzelnünk a terápiás időszakot? Mennyi ideig tart, ha ez egyáltalán mit kell róla tudni? A terápiás időszak nagyjából összefügg azzal az évszakkal, amiben jelentkezik, tehát ezzel az ősz vége téllel. Utána, amikor jön a tavasz, nő a napos órák száma, akkor ez nyilván a tünetek is csökkennek.
szervezeten belül mik az okai annak, hogy valakinek kialakul a depresszió? Egy sok okú betegség a depresszió, és a depresszió egyik oka az egy genetikai hajlam, ami tehát családon belül halmozódhat a depressziós betegeknek a száma. Aztán a genetikával összefüggően biokémiai zavarok állnak a depresszió hátterében. Itt is több úgynevezett agyi ingerület átvívő anyagnak a szerepét szoktuk megjelölni. Ugye a köztudatban leginkább a szerotonin szint csökkenésével szoktuk összefüggésbe hozni. És hát vannak olyan egyébként reaktív, tehát hogy külső tényezők, ami akár lehet egy szezonális változás, vagy egy olyan élethelyzet, ami depressziót képes okozni. Össze szokták keverni egyébként például a gyászidőszakot a depresszióval. A gyász az nem depresszió. Beletorkolhat depresszióba akkor, hogyha nagyon, nagyon hosszú időn keresztül áll fönn, illetve hogy nagyon komoly tünetek vannak, de önmagában a gyászt nem tekintjük depressziónak. A hormonháztartásnak a zavara férfiakban és nőkben, inkább nőkben okozhat hangulati eltéréseket. Ugye nőknél a menopauzát szokták e tekintetben nagyon veszélyeztetett időszaknak tekinteni. Tehát az ösztrogén, a progeszteron szintnek a teljesen normális változása hangulati eltéréseket okozhat. És akkor ilyenkor nem feltétlenül pszichológusra vagy pszichiáterre van szükségünk, hanem milyen szakemberre? Hát alapvetően egy bizonyos életkor fölött szükség van nőgyógyásznak a bevonására, tehát hogy hormonszinteket nézni, és a hormonszinteknek a nőgyógyász által előírt korrigálására, hogyha szükséges. Emellett mondjuk pszichológiai segítség mindenképpen szóba jöhet, de végső esetben, hogyha a tünetek olyan súlyosak, akkor pszichiáter igénybevétele is szóba jön. Ugye mondta, hogy van a téli depresszió, amiről most mi is beszélgetünk, de ez bármelyik évszakban jelentkezhet. Erről mit lehet egyébként tudni, hogy mi az, ami leginkább hajlamosítja, vagy ami leginkább előhozza a depressziót az emberből? Mindenképpen ez, amit előbb említettem, ez a hajlam. Tehát, hogy ugyanaz az időjárási környezet az emberek egy bizonyos részét idézőjelben megbetegíti, egy másik része pedig teljesen vidáman megküzd vele. Tehát, hogy vannak olyan egyének, akiknek az úgynevezett ilyen megküzdési potenciája nem olyan erős, és őket egy gyakorlatilag természetes jelenség, mint a mi égövünkön egy évszakváltás kifejezetten megterheli. Ebben az időszakban, amikor tél van, lehet erre vonatkozóan valami adatokat mondani, hogy esetleg többen vannak ilyenkor a betegek? Úgy általában megnövekszik a betegek száma az őszi-téli időszakban. Természetesen más típusú betegek érkeznek az osztályunkra, mint tavasszal, nyáron. Igen, ilyenkor a negatív irányú hangulatzavarral küzdők, tehát a depressziósok száma emelkedik meg, az öngyilkossági gondolatokkal rendelkezők száma emelkedik meg, úgyhogy ilyenkor egy más betegcsoportot látunk, mint a tavaszi-nyári időszakban. Az ünnepeknek, az ünnep közelettének van-e oka arra, hogy ilyenkor megnövelje a depresszív betegeknek a számát? Ez egy nehéz kérdés, mert ugye mindig azt gondoljuk, hogy az ünnepek, a karácsonyfa, a család, stb. Ezek ilyen védőfaktorok, de sajnos ilyenkor azért azok az emberek, akik egyedül élnek, vagy magányosak, stb., azok között az ünnepek, a tüneteket, azokat kifejezetten fel tudják erősíteni. Ilyenkor egyébként ezek a krízis szolgálatok, illetve az ingyenes telefonos segélyszolgálatoknak a forgalma is kifejezetten megnő. Tehát amilyen jó is ez az ünnep, és amilyen szép is, egyben nagyon sok ember számára veszélyeket is jelent. És hát igen, mondjuk a magányos emberekre is, hogyha gondolunk, és hogyha valaki felfedezi magában, ugye, és elmegy egy szakemberhez, akkor milyen fokozatai vannak mondjuk a depressziónak a kezelést tekintve? Hát ugye
úgy fokozatokról azért nehéz beszélni, mert a klasszikus depresszióterápia az mind az pszichoterápiából és szükség esetén gyógyszeres terápiából áll. Tehát lehet azt mondani, hogy egy enyhe depresszió, amit a beteg már megél, és szubjektíve neki problémákat okoz, és ha akár pszichiáterhez, akár pszichológushoz fordul, akkor a kollega azt fogja mondani, hogy egy pszichoterápiás kezelés, ami lehet akár egy sima kognitív terápia, vagy egy viselkedés terápia, vagy egy ilyen szupportív, tehát csak egy segítő terápia, az önmagában elég lehet. De lehetnek olyan tünetek, kifejezett alvászavar, nagyon komoly étvágytalanság fogyással, nagyon borús gondolatok, öngyilkossági gondolatok, amiknél szóba jön már a gyógyszeres terápia, sőt, akár a kórházi felvételnek a szükségessége is. Meddig kell mondjuk egy ilyen kezelést folytatni? Tehát, hogy körülbelül mennyi ideig tarthat? Mondjuk itt arra is gondolok, hogyha valakinél előjön a téli depresszió, kezelik valameddig, akkor a következő időszakban is mondjuk jelentkezhet-e nála? A depressziós betegeket féltől másfél éves időtartamig illik követni, illetve kezelni. Természetesen a tünetek azok már sokkal hamarabb csökkenhetnek, illetve el is múlhatnak. Ezzel együtt egy utánkövetésre mindenképpen szüksége van. Az, aki mondjuk most ebben a téli időszakban elmegy, mondjuk szakemberhez, mert odáig jut, és a következő időszak az mondjuk nagyon jól telik neki, de aztán megint jön a téli depressziós időszak. Hogy ettől most meg kell-e ijedjen, jöjjön-e mindenképpen szakemberhez, mi a helyzet? Igen. A hangulatzavarok többsége azt kell, hogy mondjam, hogy bipoláris jellegű hangulatzavar, ami azt jelenti, hogy a betegek egy részénél akár a depresszió ellentéte is jelentkezhet egy másik életciklusban, amikor a hangulatuk kifejezetten emelkedett, úgy érzik, hogy abszolút minden rendben van, nagyon jó az étvágyuk, olyan döntéseket hoznak, amiket egyébként nem hoznának meg, tehát felelőtlenek, nagyon kevés lesz az alvás igényük, nagyon aktívak, ezt hívjuk ugye mániás felhangoltságnak, és a jó pszichiáter, a jó diagnoszta akkor, amikor egy depressziós beteggel találkozik, akkor elkezdi kérdezni ezeket a tüneteket is, tehát pont az ellenkezőt is, mert sok esetben találunk bipoláris zavart a depresszió mellett, vagy a depresszióval együtt, és akkor egy egészen más jellegű terápiát kell indítani, mert akkor számítani kell arra, hogy előbb-utóbb ez a rossz hangulat át fog csapni egy indokolatlanul jó hangulatba, az egy más jellegű gyógyszeres terápiát igényel, az egy más jellegű kontrollt igényel, és egy sokkal hosszabb távú orvos-beteg kapcsolatot feltételez. Akkor ez lehet, hogy egy életen át is eltarthat akkor, ha jól érzékelem. Igen, a bipoláris zavarok azok egy élethosszig tartó terápiát igényelhetnek. Ugye most a téli depresszióban, hogyha mondjuk én is tapasztalom magamon, hogy hát picit most borúsabb az idő, mint ma is, és rosszabb kedvem van, akkor hogyan veszem észre, hogy most már tényleg szakemberhez kell fordulnom? Tehát milyen időszakot kell normálisnak tekinteni, és mi az, ami már egyáltalán nem az? Ez nagyon egyéni. Mert szerintem ez a ködös, borús, nyírkos idő, ez mindenkit elvileg egy kicsit megvisel. Tehát nem mondja nekem senki, hogy nem jobb április végén, májusban reggel felébredni, kinézni az ablakon, és a zöldelő természetet látni, mint most azt, hogy szürke, hogy latyak van, stb. Hogyha a mindennapi életünket nem tudjuk már úgy vinni, mint korábban, akkor mindenképpen szakember segítségét kell kérni. Értem alatta nem tudunk elindulni, dolgozni, mert azt mondjuk, hogy nem megyünk el. Kifejezetten romlik az alvásunk, egész éjjel csak forgolódunk, nincs étvágyunk, elkezdünk fogyni. Tehát, hogyha felborul az életünk, és ennek nem tudjuk igazából az okát, akkor felmerül, hogy szezonális depressziónk van, és akkor viszont érdemes szakemberhez fordulni. Kedves nézőink, a mai Esti Mérlegben a téli depressziónak szenteltünk néhány percet. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!